Orbán Viktor ígérte meg 9 évvel ezelőtt, hogy átalakítja az oktatási rendszert, a tanárok bérét pedig megemeli. Mivel ez azóta sem teljesült, így 273 budaörsi pedagógus nyílt levelet fogalmazott meg, melyet a miniszterelnöknek fognak átadni, közölte a 444. Hú, mint mindannyian tudjuk, ön ezt az ígéretét nem teljesítette, írták a levélben a tanárok. Az emelést 5 részletre osztották szét, melyből az utolsót meg sem kaptuk, és a bérünk számítási alapja továbbra is a 2013-as minimálbér, pedig az azóta közel másfélszeresére emelkedett. Mára ott tartunk, hogy a pedagógus bér a többi diplomás átlagbérének 2/3-át sem éri el. Szerintük a pedagógusok fizetése megalázóan kevés, valamint kiemelik, hogy így nem lehet tudás alapú társadalmat építeni. A nyílt levéllel azt szeretnék elérni, hogy a tanárok bérét ne a vetítési alapból, hanem a mindenkori minimálbérből számítsák ki, és emeljék meg a nevelést és az oktatást közvetlenül segítők, valamint a technikai dolgozók bérét. A másik fő célja a pedagógusok levelének, hogy mi hamarabb kezdődjenek meg az érdemi egyeztetések a valódi szereplőkkel az oktatást érintő összes kérdésben. Ezeknek az egyeztetéseknek akkor lesz értelme és pozitív hozadéka, ha nem lesznek diktátumok, és minden kérdést fenntartás, működtetés, centralizáció, autonómia, óraszámok, túlóra kifizetés, tankötelezettségi korhatár, szabad tankönyvválasztás, önálló minisztérium, pedagógus életpálya, STB. Érintenek. A budaörsi tanárok közölték azt is, hogy az általuk megfogalmazott nyílt levelet el fogják juttatni az ország összes nevelési, oktatási intézményébe, hogy ott is aláírhassák majd. Ezt követően az összegyűlt aláírásokkal együtt, április végén átadják majd levelüket Orbán Viktornak.